Tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit, köszöntöm körünkben Baranya megye néhány településeinek polgármestereit, akik itt mellettem állnak, és akikkel átbeszéltük azt az örömteli tényt, azt a közlendőnket, amely bizonyítja, hogy a Fidesz és a magyar kormány továbbra is kiáll a rezsicsökkentés mellett. Ugye tudjuk, hogy november 1-jével újból életbe lépett az a 11,1%-os rezsicsökkentés, amelynek következtében az előzővel együtt tavaly decemberhez képest most már 20%-kal csökkentettük a rezsit. És tisztelt hölgyeim és uraim, most a magyar kormány és a Fidesz újabb rászorultakon segít, hiszen a megyékbe élőknek, 196 településnek 160 millió forintnyi szociális tűzifa támogatás érkezett. Ez kb. 10 000 köbméter tűzifát jelent, ami azt jelenti, hogy az érintett falvaknak átlagosan körülbelül 50 köbméter tűzifa jár. A megyében Alsó-Szentmárton kapta a legtöbb támogatást, ez közel 5,5 millió forint, de megemlíthetném még a hátrányos helyzetű települések között Csányószót, ahol például 3 millió forint érkezett a faluba. Ez azt jelenti, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy egyetlen rászorulónak sem engedjük el a kezét, és a téli fagyok idején is figyelünk arra, hogy senkit ne hagyjunk az útszélén, és mindamellett, hogy ez az ezévi 20%-os rezsicsökkentés, ami villany, gáz, távfőárát érinti, ezen túl a kis településeken élőkön is segítünk most, hiszen most így a szociális tűzifa támogatás egy jelentős összeg, egyébként a magyar kormány idén kétszer annyi pénzt, 1 milliárd forint helyett 2 milliárd forintot fordított erre a programra. Szeretnék szívből gratulálni a polgármestereknek, egyébként pedig az önkormányzatok azok, akik rendeletben fogják szabályozni, hogy a pénz kinek megy, milyen családoknak, hány családnak megy, reméljük minél több családnak. Tudomásom szerint a pénz már megérkezett, és így az önkormányzatok akár a közmunkások segítségével, akár saját forrásból, saját erőből ezeket a fákat felhasználva a rászoruló családoknak oda tudják adni.